egész vitát, ami egy bizonyos Rui Tavares úr által forgalmazott témák, illetve írt különböző dokumentumokat illeti. Összesen annyi a véleményünk, hogy, és nem vélemény, ez bejelentés, Mesterházi Attila, illetve jó magam, Kocsis Mátéval szemben megteszük a szükséges feljelentést, rágalmazás okán. A rágalmazás pedig megáll mind a négy magyar, európai, mivel szemben is, úgyhogy a pártfőnök és jó magam haladéktalanul meg fogjuk tenni. Minimum rágalmazásért a megfelelő feljelentést, a másik pedig az, hogy hát még meglátjuk, hogy halmazatilag még mi jön össze ettől a hazugságéptől. A másik pedig az, hogy kikérjük magunknak, hogy Kocsis Máté bármit az MSZP tollába akarjon adni, tehát ez a tolba mondásos történet, ez nem fog működni. Egyrészt ő se akarjon nekünk semmit se tolba mondani, másrészt mi sem akarunk semmit se tolba mondani Rui Tavaresnek. Hogyha egyébként pedig a Kocsis Máténak bárhonnan előkukázott különböző papírjai vannak, azt beszél meg azokkal, akik aznak a papírnak a tulajdonosai. A magunk részéről annyit tudunk mondani, hogy mi ennek a rendőrakadémiának a Magyarországra telepítését maximálisan szorgalmazzuk, üdvözöljük, előmozdítjuk, mint ahogy egyébként e tekintetben Pintér Sándor, illetve belügyminiszter, illetve Győri Enikő külügyi államtitkár, ezügyben hetek óta levelezésben is van a mi képviselőinkkel, és levelezésben biztosították egymást arról, hogy a szocialista párti európai képviselőink maximálisan egyöntetűen és világosan támogatják ennek az intézménynek a Magyarországra kerülését, és ezt pedig a hivatalosságok, tehát a kormány emberei nagy örömmel és megnyugvással fogadták. Hát ez egy másik kérdés, hogy a kormány, illetve a Magyar Szocialista Párt erőfeszítései dacára a Fidesz a saját hülyesége miatt ne akarja rombolni ezt a témát, és a hazai belpolitikai cirkuszok iránt érzett vágya okán lehet, hogy a végén még tényleg lerombolja valahogyan ezt a projektet, hát arról még már aztán tényleg nem mi tehetünk. Úgyhogy nincs ehhez több hozzáfűzni falunk, Kocsis Máté ex-mi épes hazugsággép konkrétan a bíróság előtt felelhetett.